Engem Olti Ferencnek hívnak, a helynek a üzemeltetését végző alapítvány kuratóriumi elnöke vagyok. Nagyon nagy szeretettel és köszönettel üdvözlöm Önöket, és higgyék el, hogy ez nem egy udvarias fordulat. Tudom, hogy vasárnap este felé családtól elszakítva idejönni, az nem mindenkinek volt egyszerű, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt vannak. Most pedig átadom a szót Dénes Gábor barátomnak, aki egy kiváló filmrendező, és be fogja mutatni a kiállítást. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! A prológus kezdetén néhány évszámot mondok, amik látszólag semmi közük egymáshoz, de talán a végén kiderül, hogy mégis. 225, 1267, 1855, 1935, 1942, 1944, 2021. Időszámításunk szerint 225-ből származik az úgynevezett intercizai kő. Innen 114 kilométerre Dunaújváros mellett találták meg az emlékövet, amelyből kiderül, hogy a Római Birodalom idején ott egy zsinagóga működik, amelynek egy Kozmius nevű vámállomás főnök volt az elnöke. Mert a zsidóság a magyar és az európai történelemben mindig jelen volt. 1267-ben építették-e falak alapjait, a középkorban Szent Margit kápolnaként lett ismert. Az idők folyamán több felekezet is templomaként használta a helyet. 1855-től a füredi autonóm ortodox izraelita anyahitösség megvásárolta az épületet, és itt alakították ki a balatonfüredi zsidóság zsinagógáját, ami 1944-ig működhetett. 1935. szeptember 15-e. A nácik megszavazták a Nürnbergi törvényként ismert hivatalos fajelméletet, azokat az antiszemita, rasszista törvényeket, amelyekben meghatározták, hogy hetedíziglen vizsgálva ki a zsidó. A zsidóságot többé nem vallásként, hanem fajként törvényesítették. Néhány évvel később, 1942. januárjában a Berlin melletti Wannsee konferencián a nácik elfogadták a végső megoldás programját, miszerint a zsidóság múltját, jelenét, jövőjét el kell pusztítani, meg kell semmisíteni, hogy egyetlen emlék sem maradjon róluk az utókornak. Kidolgozták a technológiáját 11 millió ember megsemmisítésének. A gonosz terve csak a részben sikerült. Ma, 2021-ben itt vagyunk, Füred legősibb 750 éves falai között, hogy egy 21. századi világviszonylatban egyedülálló, interaktív kiállítást megnyissunk. Nem véletlen a helyszín. Az egykori zsinagóga, a templom általában imádkozásra szolgál, a zsinagógát kivéve, mert ott talán fontosabb a tanulás. A zsinagóga a tudás háza is. E nemes örökséget viszik tovább a ma megnyíló kiállítás megálmodói és megalkotói. Az eddig bemutatott 140 tudósról, feltalálóról szóló ismeretanyag újabb 140 előadóművésszel, alkotóművésszel, valamint közgazdásszal bővült. Nevek, sorsok, alkotások, akik maradandó értéket teremtettek, akiktől gazdagabb lett a világ,
akiktől gazdagabb lett az életünk. A speciális programnak köszönhetően a 280 névhez kapcsolódóan 154 ezer kérdésre kaphatja meg a választ a türelmes és kíváncsi érdeklődő. A kiállítás üzenete egyszerű. Ha győz a gonosz, a gyűlöletre épülő politika, a kirekesztés, az antiszemitizmus, a rasszizmus, akkor abból, amit itt ma bemutatnak, abból semmi, de semmi nem lenne. Se alkotók, se művek, se emlékek. És hogy ezt ne felejtsék el soha többé, ezért hozták létre a zsidó kiválóságok házát, és ezt az egyedülálló többnyelvű tudásbázist, amely remélhetőleg folyamatosan bővülni fog, és az ide látogatók egy olyan tudással gazdagodhatnak, amelyeket csak itt egybe kaphatnak meg. Nagyon szépen köszönöm Dénes Gábor Balázs Béla díjas filmrendezőnek ezt a rövid bemutatót. Ő egyébként egyike volt annak a szakértői csapatnak, amelyik a kiállítás anyagát kiválogatta és létrehozta. Palkovics László jelenlegi miniszterrel annak idején még oktatási államtitkár korában dolgoztunk először együtt. Nagyon nagy szerepe volt abban, Balogh Zoltán miniszterrel és Kaposi József oktatási fejlesztési intézet igazgatóval, hogy a mai magyar általános és középiskolai tantervekben és tankönyvekben a zsidóságról pozitív értelemben és a teljes történelmen keresztül haladóan világviszonylatban egyedülálló módon ma már Magyarországon több mint 1 millió diák tanul rólunk, az együttélésről, az eredményeinkről és a szörnyűségekről. Palkovics László miniszterként is megmaradt fontos zsidó ügyek támogatójának. Neki köszönhető, hogy ez a második kiállításunk, tehát a zsidók és művészetek Chagalltól kertészen át Spielbergig című létrejöhetett, azután, hogy már 3 éve működik a Zsidók és csúcstechnika Einsteintől napjainkig című kiállításunk. Miniszter úr, köszönöm, hogy itt vagy. Tiéd a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm a elismerő szavakat, valóban ez egy régi viszony, és úgy tűnik, hogy jól működik. Mindenkit szeretettel üdvözlök itt Balatonfüreden, ahol a mai nappal egy újabb fejezettel bővül a Zsidó Kiválóságok Háza. Én azt hiszem, hogy eddig a talán legfontosabb mérföldkövéhez érkezett az intézmény, azzal, hogy a zsidó közösség legnagyobb ilyenek az élete és munkássága immár új digitális formában is elérhető és követhető.
A bővülő élmény lehetőségek azonban nem csak a zsidó kiválasokok háza, és nem csak a zsidó közösség életében játszanak fontos szerepet. Ha Magyarország történetére tekintünk, azt látjuk, hogy a magyar kultúra integráns részét képezi a zsidó kultúra. Nem lehet szó nélkül elmenni a zsidó művészek és tudósok nemzeti életében betöltött szerepe mellett, hát amit itt láttunk, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen tévés kijelentés, főleg akkor nem, hogyha a magyarországi művészetekről és az innovációról beszélünk. Semmi sem mutat le jobban az összetartozásra, mint a közösségért végzett munka, a közösség számára teremtett érték. A teljesítményen túl azonban van még egy dolog, ami összeköt bennünket. A magyar és a zsidó identitás két szabadságharcos lelkületet jelent. Ebben a tekintetben is szimbolikus, hogy fellobban a győztes Makkabi szabadságharcra emlékező gyertyagyújtási és örömünnep sorozat első lángja. Nem véletlen, hogy a magyar nemzeti ünnepeink is a kivívott szabadságokról, szabadságharcokról emlékeznek meg. De hol is van a helye az innovációnak, a művészeti sikereknek, a kulturális jellegű kiemelkedő alkotásoknak ebben a szabadságharcos lendületben? Egy közösség életerejét az alkotóerő mutatja meg, amely egyaránt megmutatkozik a hétköznapi és a kivételes teljesítményekben. Építkezni és megtartani csak a kultúra ápolásával és a gyarapításával lehetséges. Kedves hölgyeim és uraim! Ezért fontos, hogy minél több ember számára váljon megismerhetővé azon kiemelkedő zsidó származású egyéniségek teljesítményes életútja, akiknek a példája inspirálhat a mai nemzedékre. Ennek ad otthont itt a Zsidó Kiválóság Háza, amely 3 évvel ezelőtt jött létre, a Balatonfüredi Önkormányzat saját és pályázati forrásból felütött műemlék zsinagóga területén. A kiemelkedő alkotásoknak otthont adó épület szimbolikus jelentőségű, hiszen éppen a közösség megmaradását jelképezi, hogy az 1944 májusáig zsinagógaként működő épületbe ismét beköltözött az élet. A felújítás óta birtokukba vették a látogatók a korszerű kiállítóhelyet, a felújított közösségi teret és a kultúrás központot is. Örömmel látjuk, hogy évente több tucatnyi programot szerveznek, népszerűek a metopera előadások, a könyvklub vagy a zene és a prózai előadások is. A Zsidó Kiválóság Háza állandó otthonán szolgál az elsőtől napjainkig Zsidók és Csúcstechnológia című kiállításnak, amely eddig 130 világhírű természettudós munkássága várt megismerhetővé, most elbizonyítottam, lehet, hogy 140. 132. Akkor a kettő közön az igazság. Fontos, hogy pontosak legyünk. Itt különösen az informatika, a biológia, a fizika, a matematika, a kémia vagy az orvostanák területén. Hogyan kapcsolódik a Technológiai Innováció Minisztériumon keresztül a kiállításhoz? Az Innovációs Technológiai Minisztérium eddig 40 millió forinttal járult hozzá az intézmény fejlesztéséhez. Ez nagyon fontos mondani, hogy ezt a minisztérium ajánlotta föl, Rauti úrral ezt többször megbeszéltük. Én azt gondolom, hogy minden olyan kezdeményezést, ami egy ilyen örökségnek az ápolására szolgál, a kormánynak anélkül, hogy bárki kérné feladatot támogatni. Itt az én szerepem kevésbé jelentősebben azt, amit a kormány szerepe az, ami nagyon fontos. Ezzel a új tartalomfejlesztéssel most már több mint 280 világhírú olyan tudós és művész élete lett megismerhető, akiket származásuk miatt ért meg különböztetés. Megtiszteltetés és örömömre szolgál, hogy az ITM ismét szerepet vállalhatott abban, hogy a Zsidó Kiválóság Háza még színesebb kínálata tudja felhívni a figyelmet a zsidó származású írók, művészek teljesítményére. Bízom benne, hogy sokak számára jelent majd érdekfeszítés, tanulságos kikapcsolódást a kiállításról időtöltés, és megígértem, hogy a két fiammal együtt egyszer végig fogjuk nézni. Ma este ezt nem sikerült, mert őnek holnap iskolába kell menni, de nem felejtettük el. És hát bízom abban, hogy a látogatók tömegélet fog feltárulni 280 világhírű művész, építész, közgazdász, tudós életútja Chagalltól Spielbergig. Én szerintem a kiállítás erre minden esélyt megtehet, a minisztériumnak az a dolga, hogy támogassa ezt, hogy ezt jövőre is fogjuk tenni. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy támogathatok. Miniszter úr, válasz egyet! 1934. március 12-én született Budapesten, születési neve Reif György, Reif Sándor és Berkovics Mária zsidó szülők gyermekeként. 1944. november 29-én családjával együtt a budapesti gettóba deportálták, ott érte meg a háború végét. Tudtad-e, hogy az író Kádár János híve volt és maradt a rendszerváltás után is? Moldova annak ellenére, hogy 1956-ban a forradalom oldalán harcolt, és írói pályáját éppen a Kádár János vezette kormányzat törte derékba, későbbi teljesítménye alapján Kádárt kiemelkedő államférfinek tartotta. Életrajzi kötetet írt Kádár Jánosról, egyedülállónak, zseninek nevezte. Folytathatnánk, de
időkorlátunk van. Nekünk diaszporában élő zsidóknak a szívünk egyik fele, testvéreink földjén, Izraelben van. Külön hatalmas megtiszteltetés, hogy körünkben üdvözölhetjük Izrael állam magyarországi nagykövetét, Jakob Hadass Handelsmannt, akit megkérek, hogy mondja el gondolatait. Thank you very much. Greetings to you all. Mindenkit szeretettel üdvözölt a nagykövet úr. Nagy öröm, hogy itt lehetek a gyönyörű Balatonfüreden a Zsidók és Művészetek Ságától Spielbergig című új állandó kiállítás megnyitóján. Az is megtiszteltetés, hogy Hanuka első napján beszélhetek, és megoszthatom önökkel a fény és a remény különleges ünnepét, valamint a csodákba vetett közös hitünket. Balatonfüred egykor kicsi település volt, ennek ellenére zsidó közössége és az itt dolgozók száma jelentősége igen nagy volt. Ennek az időszaknak 1944 nyarán hirtelen vége szakadt. A néhány visszatérő túlélő és leszármazottaik a zsidó közösséget újra életre keltették. Nagyszerű példa erre dr. Olti Ferenc, aki két holokauszt túlélő fia, és aki a holokauszt előtti zsidó lakosok közül az egyedüli Balatonfüreden. Jelenléte közvetlenül kapcsolódik a Zsidó Kiválóságok Házához és az állandó digitális kiállítás bővüléséhez. Érdemes megemlíteni, hogy az elhunyt filozófus Heller Ágnes tiszteletére szintén Balatonfüreden a zsidó temetőben állítottak emlékkövet. Ez az üdülőváros különleges hely volt Ágnes számára, itt töltötte gyermekkori nyarait rokonaival, akik nem élték túl a haláltáborokat. Biztos vagyok abban, hogy ez az újabb állandó digitális kiállítás, amely 140 zsidó származású művészt, írót, fotós, filmest mutat be, az ország minden tájáról ide fogja vonzani a művészet szerelmeseit. Bízom benne, hogy ez a lista a jövőben egyre bővülni fog, és itt nagykövető majdnem elkezdte bővíteni a listát, sok minden eszébe jutott. Igazi odaadásuk, tehetségük tette ezeket a művészeket sikeressé, akik megszámlálhatatlanul gazdagon, maradandó módon járultak hozzá a világ művészi értékeihez. Mint tudjuk, a történelem során művésznek lenni nem volt könnyű életcél, még inkább, ha valaki zsidó származású volt. A művészek által elszenvedett nehézségek zsidóságukkal vegyülve valóban tükröződtek számos zsidó művész, például Chagall vagy Modigliani munkájában. A zsidó identitás döntő szerepet játszott műveikben, mint ahogy a zsidó történelem számos eleme is megjelent, szembe kellett nézniük az antijudaizmussal, antiszemitizmussal is. Példának vette és hozta Amadeo Modigliani festőt, szobrászt, aki Olaszországban egy livornói polgári családba született, pontosabban egy szefárd zsidó családba, amelynek a 15. századi Spanyolországból kellett menekülnie az akkori zsidó üldöztetések előtt. Minden nehézség ellenére Modigliani családjának sikerült titokban megtartaniuk zsidó hagyományaikat egészen addig, amíg távozni nem kényszerültek. Livorno sokáig szolgált menedékül a vallásuk miatt üldözöttek számára, tulajdonképpen egy nagy zsidó közösség otthona volt. 1906-ban Modigliani Párizsba költözött, ekkor a város az avantgárd irányzat központja volt. Ez a művészi kísérletezés ideje volt, és Modigliani pontosan ezt is tette. Rövid, de intenzív élete során Modigliani sokat betegeskedett, amely valószínűleg hatással volt számos döntésére is.
Ha igazán meg akarjuk érteni művészi alkotásait, kulcsfontosságú, hogy megértsük zsidó örökségét is. Míg Modigliani Le Bateau-Lavoir-ban élt és dolgozott, találkozott Jean Hébert diákkal, aki szeretője, felesége és múzsája lett. Társadalmi és művészi árat fizetett ezért, mivel a lány állítólag Picasso-tól hódította el, márhogy a lányt, aki ezt soha nem bocsátotta meg neki. Miután Modigliani súlyosan megbetegedett és meghalt, leendő felesége annyira mély gyászba esett, hogy kivetette magát az ötödik emeleti ablakból, és vele együtt meghalt a születendő gyermeke is, ez a második gyermek. Modigliani a tragikus művész megtestesítője lett. De a történet folytatódik, és tükrözi egy zsidó család életét, valamint egy zsidó élet körforgását. Jean Ebuten Modigliani, aki a művész első lánya és elismert testvére nevelte föl, olasz-francia művészet történész volt, és a zsidó művészetet választotta szakterületéül. Fontos megjegyezni, hogy Jeannek és férjének is meg kellett menekülniük az üldöztetés és a halál elől, először a fasiszta Olaszországból, majd a megszállt Franciaországból, ahol csatlakoztak az ellenállási mozgalomhoz. Hölgyeim és uraim, ez egy történet példa. A történet szerint, amelyet ma ünneplünk a szentélyben, a menóra meggyújtásához egy éjszakára elegendő olaj csodálatos módon 8 éjszakán át kitartott. Ezen az estén kezdődik a Hanuka, és 8 napon át egy körülbelül 2200 évvel ezelőtt történt csodát fogunk ünnepelni. Ha a művészetben zsidókról beszélünk, akkor párhuzamot láthatunk az elit és a kormányok uralkodói többsége elleni kisebbségi harc és a 2200 évvel ezelőtti küzdelmek között. Azon kevesek, akiknek sikerült megnyerniük a gonosz elleni harcot, visszaállították a zsidó értékeket, és csodálatosan hozzájárultak a társadalom egészéhez. Köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették a Balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házának létrejöttét, és a zsidó élet és művészet különböző aspektusainak bemutatását, hogy mindannyian láthassuk, értékelhessük és büszkék lehessünk rá. Boldog Hanukát, sok sikert mindenkinek! His Excellency, would you be so kind to select one? In 1879, he was born on August the 17th in Warsaw, named Smuel Galpfis. In 1895, after the death of his father, he was left penniless and left for the West on foot. He took temporary jobs in Birmingham, Liverpool, and London, and over the years he saved up enough money. The best years of life. The best years of our lives. Perhaps Goldwyn's most successful and best-known film, The Best Years of Our Lives, was released in 1946. The producer may feel that this film is his, even more than usual, as he found the article on which the film is based in an issue of Time magazine. Thank you very much. It was really great. Én akárhányszor elmegyek olyan helyekre, ahol miénkhez hasonló kiállítások, múzeumok vezetői találkoznak, ott mindig szembesülök azzal, hogy micsoda fantasztikus dolog az nekünk, hogy a mi működésünknek nem csak a megteremtését, hanem a működés szerény, de biztonságos anyagi feltételeit is biztosítja Balatonfüred város önkormányzata, Bóka István polgármester vezetésével, akinek jelentős szerepe van abban, hogy ma itt együtt ülhetünk. Megkérem polgármester urat köszöntőjének megtartására.
Jó estét kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden megjelentett hölgyeim és uraim, és nagyon örülök, hogy egy különleges helyen egy különleges kiállítást nyithatunk meg igazán illusztris vendégek jelenlétében. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm professzor Palkovics László miniszter urat, aki nekünk balatonfüredieknek rendkívül sokat segített. Nem csak segítette és támogatta ezeket a kiállításokat, hanem a város más fejlesztéseihez, más programjaihoz nyújtott. Én azt gondolom, korábban államtitkárként, most pedig miniszterként hatalmas segítséget, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Ő Excellenciája Jakob Hadass Handelsmann Izrael állom nagykövetét, remélem jól mondtam a nevét. Nagyon megtisztelő számomra, hogy itt van és körünkben köszönthetjük. Ahogy erről már szó volt, ez egy nagyon-nagyon különleges hely. Ezt a helyet, ezt az épületet, vagy az épület romjait, korábbi romjait, alapjait három balatonfüredi vallási felekezet is a magáénak tartotta. Tehát rendkívül különleges hely, hiszen valamikor a középkorban itt egy katolikus falu állt, a temploma itt állt, és ennek az alapjaira épített a református közösség valamikor, ha jól tudom, a 18. században meg ezt az épületet, ezt a templomot, és az 1800-as évek közepén derekán vásárolta meg a zsidó hitközség ezt az épületet. Tehát három tradicionális, markáns balatonföldi felekezet érezte hosszabb, rövidebb ideig magáénak ezt az épületet. És nagyon-nagyon különleges időpont is ez a mai, hiszen ez Hanukának az első napja, azon túl pedig Advent első vasárnapja, és nagyon sok keresztény családban ma este meggyújtják a négy adventi gyertya egyikét, a hitnek a gyertyáját, és készülnek, várakoznak valami hatalmas csodára. Tehát fontos ez a hely, különleges ez a hely a balatonfüredek számára, és különleges ez a mai időpont, ez a mai vasárnap. 2018 márciusában adtuk át a nagy közönségnek ezt az épületet és ezt a kiállító helyet. Akkor három célt tűztünk ki, hogy jó lenne, hogyha ez a három cél megvalósulna. Az első cél az emlékezés volt, hiszen Balatonfüred egy hatalmas tragédia érte, nem csak a zsidó közösséget, de magát a várost is, hiszen egy nagyon értékes, szorgalmas része pusztult oda a II. Világháború borzalmaiba, a holokauszt kapcsán. Alig jöttek vissza az 1944-ben elhurcoltak Balatonfüredre. Tehát legyen egy emlékező hely. A második pedig, hogy legyen egy kiállító hely, legyen egy modern kiállítás, ami nem a múlton mereng, hanem mutassuk meg, hogy milyen értékek jöttek, milyen kiváló emberek voltak alapvetően a természettudományok területén, amit meg tudunk mutatni alapvetően elsődlegesen a balatonfüredi fiataloknak, aztán az ország más fiataljainak, hiszen vonzuk be őket, ismerkedjenek meg ezekkel a lángelmékkel, ezekkel a hatalmas emberekkel, akik elpusztultak volna, hogyha a gonoszság győz. A harmadik ellen pedig az, hogy legyen egy közösségi tér, egy találkozó hely, ahol sok-sok ember kulturális programokon, egyéb programokon meg tud jelenni, együtt tud lenni, értelmesen tölti el az idejét. És azt gondolom, hogy az elmúlt évek, bár nagyon-nagyon nehéz időszak volt, hiszen gondoljunk arra, hogy 2020-at meg 2021-et a Covid beárnyékolta, ez a járvány beárnyékolta, és nagyon-nagyon nehéz volt működni és működtetni ezt a helyet, de mégis egy nagyon-nagyon sikeres több mint három évre tekinthetünk vissza, mert ebben a három évben sikerült szerintem mindazokat a célokat megvalósítani, amit célul tűztük ki. És most itt van az új kiállítás. Én nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek a segítségét, aki ezen kiállításhoz bármilyen módon
hozzá tudott járulni, mert kibővítettük, kitágítottuk a lehetőségeket, és most már még több, még szélesebb spektrumba tudunk gyerekeket ide hívni a városból és Magyarország területéről egyaránt. Ez a kiállítás, mint a korábbi, a mostani és az élet kiállítása, és ezt nagyon fontosnak tartom leszögezni. De mindaz a épület, mindaz a tárgy, kiállítás, ami itt van, semmit nem ér azon emberek nélkül, akik ezt működtetik, akik ezt viszik, akik ide betérnek, mert ez a legfontosabb, az emberi kapcsolatok. Hálás szívvel köszönöm meg Olti Ferinek, mert szerintem ennek az egész zsidó kiválóság házának ő a motorja, a szíve, a szellemi vezére, és nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy az a holdudvar, ami kialakult a ZKH körül, ami egy nagyon erős, nagyon markáns holdudvar, továbbra is szeresse azt, ami itt van, mert ezt fogja fenntartani hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül azt a produktumot, ami itt kialakult. Boldog Hanukát, áldott adventi készülődést kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek ezen a kiállítás megnyitón. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Polgármester úr, válasz egyet! Nem volt olyan irodalomra a középiskolában, gimnáziumban, hogy Szervantal nevét használom volna. Szervantal választom. Jó? 1901. Május 1-én született Budapesten, asszimilált zsidó családba a Deák Ferenc utca 15 szám alatt. 1907. December 20-án édesapjával együtt áttért a római katolikus vallásra. Ettől kezdve ebben a szellemben nevelték. Utas és holdvilág. Ez az alkotás a magát kereső ember önelemző regénye, melyet az író 1937-ben írt. A fasizmus egyre fenyegetőbbé vált, a művelt polgár pedig egyre kevésbé látta át lehetőségeit. Szerbantal ezt a szorongást írta meg hősében. A kiállítást mind a 140 művésszel kapcsolatban ilyen részletességgel lehet természetesen megnézni. A kiállító térben még egy játék fejezet is van, azt nem akartuk idehozni, mert valószínű mindenki a játékot választotta volna. Úgyhogy hadd kérjek én is egyet, mondjuk Bob Dylant. 1941. május 24-én született Minnesotában Robert Allen Zimmerman néven. 6 évvel később zsidók középosztálybeli családjával a közeli Hibbingbe költözött. Itt is nőtt fel. A gimnáziumi évei alatt több rock'n'roll bandát is alapított. Köszönöm. Pár szót befejezésképpen engedjenek meg nekem. Ez a hely, ez egy ilyen konszenzusos hely. Vagy legalábbis erre törekszünk, hogy az legyen. Itt a közönség soraiban látom a mi alapítványunk összes alapítójának képviselőjét, az emihét, a hídgyülekezetét, a mazsi hiszét, a mazsikéjét, ezek a szervezetek itt kiválóan tudnak együttműködni. Itt van ugye létrehozónk és támogatónk sok képviselője, Balatonfüredi város önkormányzata. Itt van kuratóriumunk és felügyelőbizottságunk majdnem minden tagja. És főleg a sajtóképviselőinek, akiknek köszönöm, hogy itt vannak, nekik is köszönöm, hogy itt vannak, hagyj említsem meg, hogy ez a hely, ez egy újszerű emlékezetpolitikai, zsidó emlékezetpolitikai koncepciónak a helyszíne. Az oktatásról már beszéltem, amit miniszter úr segítségével hoztunk tető alá. Azaz, a koncepció lényege az, hogy az oktatáson keresztül
kell olyan ismereteket eljuttatnunk a felnövekvő nemzedékekhez, hogy azok ne legyenek fogékonyak az ordas eszmékre. És ez a kiállítás ugyanennek a koncepciónak a része. Fiatalokat egyre nehezebb bevinni hagyományos holokauszt kiállításokra. Eltolják maguktól. Még az én gyerekeim is, unokáim meg különösen. Mert a szörnyűségeket nagyon nehéz elmagyarázni és befogadni. Ide eljönnek, pozitív élményeket kapnak, találkoznak a Facebook létrehozójával, a Google létrehozójával, a fogamzásgátló létrehozójával, a navigációs rendszer létrehozójával, és amikor kimennek, ott a küldetésnyilatkozatunk, amit éppen Szunyog Szabolcs fogalmazott meg itt ül a nézőtéren, hogy ha a gonoszság terve sikerül, ezeket a kiválóságokat is megölték volna. Miért? Csak azért, mert zsidók voltak. Ezen a kiállításon vannak vallásos zsidók, vallástalan zsidók, kitért zsidók. Egy közös van bennük, hogy a politikai antiszemitizmus megsemmisítésre ítélte őket. És azt gondolom, hogy ez az újfajta koncepció természetesen a hagyományosakkal párhuzamosan és együtt meg tud szólítani olyan közönséget, főleg fiatalokat a többségi társadalom részéről, akik erre egy másik fajta megközelítésbe talán nem lennének nyitottak. Tehát ez nem egy dicsekvés, nem egy zsidó dicsekvés. Ugyanezzel a technikával be lehetne mutatni bármilyen más kisebbség elleni megkülönböztetés szörnyűségét. De itt egy elhagyott régi zsinagóga volt, ahol eléggé adja magát a dolog, hogy hát a zsidókat vegyük példaként. Itt már nagykövet úr is, meg polgármester úr is említette a Hanukát. Hát a Hanuka az viszont egy dicsekvő zsidó ünnep. Itt mi nagyon büszkén arról emlékezünk meg, ahogy itt már szó volt róla, hogy volt nekünk egy dicsőséges szabadságharcunk. A Makkabeus szabadságharc, ami a túlerővel szemben egy hatalmas győzelmet hozott, és ezt mi mindig, minden évben ilyenkor megünnepeljük. Gyerekkoromban itt Balatonfüreden mindig egy kicsit furcsán néztek ránk, rám a osztálytársaim, hogy hát karácsonyra milyen ajándékot kaptál. És akkor hát én nekem ugye nem volt karácsony, de aztán jött a fölmentő sereg, mert a Hanuka az szintén egy olyan ünnep, ahol ajándékokat szoktak adni a gyerekeknek, kisebbeket, mint karácsonykor. És akkor én mindig, mivel általában a Hanuka egy picit előbb van, mint a karácsony, amit otthon kaptam Hanukára ajándékot, azt a kérdésre, karácsonyi ajándékot illető kérdésre mindig azt válaszoltam, amit Hanukára kaptam. Úgyhogy így a dolog megvolt. Hát mi most kaptunk egy hanukai ajándékot. A Zsidó Kiválóságok Háza, Balatonfüred, az ország és a világ. Mert ez a kiállítás, mind a kettő, ami itt látható, a tudós kiállítás, az abban egyedülálló, hogy ekkora és ilyen nagy gyűjteménye a zsidó származású tudósoknak csak itt van, és ez az egyetlen olyan kiállítás az én tudomásom szerint, amely Izraelen kívül héberül is beszél az angol és a magyar nyelvet. A művészkiállítás szintén egyedülálló, mert egy ilyen nagy gyűjteménye a zsidó származású művészeknek tudtommal sehol a világon nincsen.
Úgyhogy nagyon köszönjük a hanukkai ajándékot, és most tulajdonképpen egy ilyen jelképes, nem igazán szabályos hanukagyertyagyújtást csinálunk. Megkérem miniszter urat, nagykövet urat és polgármester urat, hogy az itt előkészített első gyertyánkat gyújtsák meg, és miután ezzel végeztünk, mindenkit szeretettel látunk egy szerény fogadásra, ahol a kötelező olajban sült Magyarországon fánkot és néhány apróságot szolgálunk fel, úgyhogy mindenkit szeretettel látunk oda. Miniszter úr, nagykövet úr, polgármester úr. Come on.